Régen nem volt ennyi könyvünk egyszerre, a könyvtitán 15 könyvvel jöttünk ki. Ebben van kortárs magyar, kortárs román, holland klasszikus, tehát nagyon elég sokféle. Indítunk egy új sorozatot, egy útra való sorozatot, utazóknak egy zsebkönyv sorozatot, ami kisméretű és szórakoztató vagy élvezetes olvasmányokból áll. Márton Lászlónak van egy kis regénye ebben a sorozatban, Nemácsvirág címmel. Egy nagyon jó, általunk már közölt román írónak, fiatal román írónak, Mircea Cărtărescunak egy novellás kötete, Miért szeretjük a nőket címmel, és egy belga író, Herman Brusselmans nevű belga írónak a kis regénye. Van egy pár régen várt új regény, amit ugye már aki követi, az folyóiratokból ismerhet. Oravec Imrének a nagy paraszt regénye, ami a 19. század végén kezdődik, annak az első kötete jelent most meg Ontrok Gödre címmel, Szajlán játszódik. Ez med időben mit azt mondod a 19. században, ez meddig húzódik ez a rész? Ez a rész, tehát egy főhős van tulajdonképpen, egy parasztember, akinek a születésétől addig az idő pillanatig tart ez a regény, amikor a családjával, a két kisgyerekével, feleségével nem tudnak már végleg megélni parasztként Magyarországon, ez a 10-es évek, és eldöntik, hogy kivándorolnak Amerikába. És már írja arról a második kötetet, ami viszont már Amerikában játszódik, és ha jól emlékszem vissza, tulajdonképpen a magyar irodalomban az első bemutatása lesz ennek a kivándorló, tehát ennek a munkás kivándorló életnek Amerikában, nem ugye hát tudjuk jól, hogy százezrek vagy milliók sorsa volt. A másik szintén úgy veszem észre, hogy régen várt könyv pedig a Párizsban élő Karácson Endrének, aki ugye prózaíró és irodalomtudós, a Lille Egyetem professzora volt. Az ő emlék, azért nem mondom, hogy visszaemlékezés vagy regény, mert tulajdonképpen az emlékirat szó, ez a francia emlékirat fogalom illik rá, vagy esetleg a magyar erdélyi emlékiratoknak a fogalma, tehát irodalom is, nagyon magas irodalom, és ugyanakkor egy életnek a rekonstrukció, egy életútnak, a életpályának az értelmező rekonstrukciója. Ugye Karácsony Endre Magyarországon végeztem még az egyetemet, el is kezdett szerkesztőként dolgozni, és 56-ban, hát ahogy szokták mondani, belekeveredett az eseményekbe, és ezért jobban látta, hogyha eladja az országot, és hát Franciaországban csinált karriert irodalomtudósként. És tulajdonképpen ennek a pályának, ennek a szellemi fejlődésnek, az érzelmi alakulásnak, az ottani beilleszkedésnek, ami nyilván nem volt könnyű dolog, a francia kultúrával való ismerkedésnek a története együtt, és egy nagy szerelmi történet is egyébként, mert maga a regény az elmondása a történetnek a feleség halálával, a francia feleség halálával kezdődik, és innen könnyűlődik vissza, és tényleg a nagy emlékiratokat idéző munka. És hát mi nagyon sok másban, költészetben szintén olyan van, amivel azt hiszem, hogy büszkékedhetünk, a Szíj Ferencnek a Kenyérci Dulák című kötet, ami egy nagyon erős és nagyon-nagyon izgalmas kötet. Novellisztikában Vörös Istvánnak az új elbeszélései elég furcsa címmel, de a cím kifejezi az egésznek a furcsaságát, az a cím, hogy Svejk gyóntatója. És hát fölbukannak Hasek hősei, Kafka hősei, éppen bizonyos értelemben parafrázis, de több, mint parafrázis, mert például ugye ismerjük azt a történetet, amikor Gregor Samsa átalakul bogárrá. Na most itt aztán részletesen értesülhetünk róla, hogy aztán hogy él tovább Samsa bogárként, hogy valami hihetetlenül bizarr és ugyanakkor szellemes történetek gyűjteménye az egész kötet, és mind ilyesféle jellegű, ilyen nagyon vad átírás. Van egy háború utáni holland klasszikus, Hermans, aki az egyik legismertebb és legtöbbre tartott 20. századi holland író. Őnek az egyik klasszikus nagy regényét hoztuk ki, aminek az a címe, hogy Soha többi alvás. Ez ugye egy nagy klasszikus mű, de egyáltalán nem olyan abban az értelemben, hogy Magyarországon értenénk, tehát nem közösségi sors, meg ilyesmi. Arról van szó benne, hogy és ebből egy apróságból egy nagy sors kavargás jön ki, hogy egy fiatal holland geológus elmegy Norvégiába, van egy hipotézis, amit igazolni akar a norvég tundrán, és hát annyi apróság történik, hogy az ígért, ugye
az ígért légifelvételeket, amik alapján majd ott tájékozódhatna, azokat ugye Norvégiában nem kapja meg, és elindult tulajdonképpen légifelvételek, közben még az iránytűjét is elveszi. Végül majdnem ott pusztul a, ott pusztul a tundrán, de közben ugye hát tulajdonképpen a létnek a paradoxális, meg abszurd mi voltával szembesülő. Nagyon szellemes és izgalmas olvasmány.